Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Vakony Szent László környékéről, a Piros Sáv túraútvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Bakony Szent László környékén, a Piros Sáv túraútvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, Bakony Szent László környékén, a Piros Sáv túraútvonalon. Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arrafelé, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen fordulok is egy 180 fokot, hogy ti ezt láthassátok ezen a felvételen. Én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát a továbbiakban nem arrafelé fogok haladni, hiszen onnan jöttem, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt Bakony Szent László környékén, a Piros Sáv túraútvonalon, méghozzá arrafelé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor, ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már haladok is tovább, itt a Piros Sáv túraútvonalon, Bakony Szent László környékén, mert hogy ugye itt vagyok Bakony Szent László környékén, és most a mai napon itt túrázok egy kicsit, itt Bakony Szent László környékén, méghozzá most már a Piros Sáv túraútvonalon. Az ezt megelőző videóimban ugye jártam ugye a Piros Kereszten is, a Sárga Kereszten is, illetve a piros, újra a Piros Kereszten, és most itt vagyok a Piros Sávon. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor én természetesen haladok tovább, itt a Piros Sávon. Hát ugye közeledek ugye Bakony Szent Lászlóhoz, mert tényleg közeledek ugye Bakony Szent Lászlóhoz. Hát valójában itt vagyok nagyjából olyan másfél-két kilométerre Bakony Szent Lászlótól, és itt vagyok ugye a Piros Sávon, tehát a mai napon ugye itt túrázok a Piros Sáv túraútvonalon, de a mai napon már túráztam a Piros Kereszt túraútvonalon is, a Sárga Kereszt túraútvonalon is, majd újra a Piros Kereszt túraútvonalon,
és most itt vagyok a piros sáv túraútvonalon, és haladok ugye Bakony-Szent László irányába. És itt meg keresztbe van dőlve egy fa, amit ki kell kerülni. Hát láthassátok, hogy itt keresztbe van dőlve ez a fenyőfa. Tehát láthassátok, hogy itt egy fenyőfa ugye keresztbe van dőlve, ahogy látható ezen a felvételen, de ezt szépen meg is lehet kerülni. Csak ki kell ide kapaszkodni egy kicsit. Majd a túloldalon le, ami elég meredek. És akkor itt meg le. Így, né? Ki is kerültünk a útakadályt. És akkor haladok tovább itt a piros sávon. És majd itt lesz egy útelágazás, ahol baromira kell figyelnem, mert itt majd el kell kanyarodnom balra, itt valahol. De tényleg majd el kell kanyarodnom itt balra valahol, mert itt valamit baromira figyelni kell. Itt hamarosan lesz majd egy útelágazás, ahol majd balra kell elkanyarodjak. Mert tényleg itt hamarosan jön majd egy útelágazás, gyerekek, ahol ugye nyáron sikerült is megtévednem, amikor utoljára itt jártam. Hát valahol itt kell legyen pedig a útelágazás. Most majd figyelünk, kőkeményen figyelek, mert nyáron itten megtévedtem ám, amikor utoljára itt jártam, és elmentem egyenesen, holott nem kellett volna. Utána rájöttem persze, hogy rossz irányba haladok, de akkor már haladtam előre majdnem egy kilométert, és vissza kellett fordulnom. Ez még a nyáron volt valamikor. Igen, tehát itt kell majd nagyon odafigyelni, mert itt lesz mindjárt egy útelágazás, ahol baromira kell ám figyelni, gyerekek. Tehát itt van az egyik útelágazás, és itt kell majd balra koncentrálódnom, balra kanyarodnom. Igen, tehát itt van az útelág. És igen, itt volt az, amikor nyáron egyenesen mentem, mert nyáron képzeljétek, arra tovább egyenesen mentem, és majd elgyalogoltam arra nyáron egy kilométert, mire rájöttem, hogy baromira nem jó irányba haladok, mert itt el kellett volna kanyarodnom balra, ahol most éppen állok. Tehát a nyáron ugye arra felé elmentem, és ahogy mondottam, ugye egy kilométer után a nyáron vissza kellett forduljak abból az irányból, mert akkor rájöttem, hogy valami nem kóser, hogy rossz úton haladok, mert ugye itt, ezen a helyen, ahol most állok, itt kell ugye balra kanyarodni, tehát a továbbiakban arra felé kell folytatnom a túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, tehát arra felé kell haladnom a továbbiakban, mert arra felé folytatódik tovább a piros sáv túraútvonal, nem pedig arra. Tehát nem arra folytatódik a piros sáv, hanem arra felé folytatódik. Tartsatok velem Fricivel a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. És akkor haladok tovább itt a piros sávon, itt a Szántóföld szélén. Hát nyilván itt majd fújni fog a szél, tehát itt a szél baromira fog fújni. Hát gondolom ezt már halljátok is, hogy itt baromira fúj a szél. És akkor haladok tovább itt a piros sávon. És valójában ugye
Bakony Szent László irányába haladok. Hát valójában mióta elindultam Vinyéről, mert hogy ugye Vinyéről indultam el, ugye azóta egyfolytába Bakony Szent László irányába haladok, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a mai kis túrámat, itt Bakony Szent László környékén, a piros sáv túraútvonalon. De ahogy mondottam, a mai napon én már érintettem ugye a piros keresztúra útvonalat is, a sárga keresztúra útvonalat is, illetve újra a piros keresztúra útvonalat, majd a piros keresztúra útvonalról rátértem erre a piros sáv túra útvonalra, ahol most is éppen túrázok Bakony Szent László irányába. Na, gyerekek! És akkor itt mászok fölfelé ezen a kis emelkedőn. Hát utoljára nyáron jártam itt, rövid nadrágban. Tehát nyáron utoljára rövid nadrágban jártam itt. Hát azóta ugye november lett, konkrétan ugye november 18-a van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a képernyő aljában, illetve a kijelző aljában. Na, gyerekek, milyen vacsag van itt? Eszméletlenül vacsag van itten. Gondolom sűrű járnak erre vadak, mert nagyon, nagyon, nagyon intenzíven érzem a vadillatot. Na, gyerekek, és akkor haladok tovább. Hát amúgy ez itt egy akácerdő volna, tehát ez itt egy akácfaerdő volna tulajdonképpen, ahol most is éppen gyalogolok, mert valójában ez egy akácfaerdő. Hát ugye itt Bakony Szent László környékén ugye található homoktala is, tehát bármilyen hihetetlen, itt Bakony Szent László környékén homoktala is található, tehát az a sima, közönséges, sárga homok, ami inkább a Duna-Tisza közére jellemző, ugye a sárga homok ugye elsősorban a Duna-Tisza közén jellemző, de itt Bakony Szent László környékén is megtalálható ez a sárga homok, keveredve a lösztalajjal, a lősszel. Na, gyerekek, akkor szépen haladok előre felé, itt a piros sávon. Hát muszáj vagyok kiabálni, mert baromira fúj a szél, és ha nyilván nem kiabálnánk, nem hallanátok belőlem semmit se. De muszáj vagyok kicsit kiabálni, mert tényleg itt a erdő szélében itt baromira fúj a szél, és ezt nyilván ti is halljátok, hogy baromira fúj itt a szél. Hát ez elnézést és bocsánatot kérek tőletek, hogy szélzajosak vagyunk, de ilyen szeles napot fogtam ki sajnos a mai túrámra. De inkább a szeles nap, mint az esős nap. Én úgy vagyok vele, hogy inkább a szél, mint az eső. És akkor szépen haladok is tovább itt a piros sávon. Hát itt tőlem jobbra hatalmas szántóföld van. Itt tőlem jobbra itt hatalmas szántóföld látható. Tőlem jobbra. Láthassátok, hogy itt van a erdőnek a széle, tehát itt van az erdőnek a széle konkrétan, ahogy látható ezen a felvételen, és itt halad ez az út
párhuzamosan az erdő szélével. Na, gyerekek! És akkor haladok tovább természetesen, itt a piros sáv túraútvonalon. Hát közben valaki itt a kólás üvegét eldobta itten, pedig az erdőben ugye nem szemetelünk, mert nem szemetelünk az erdőben. Valaki eldobta itt a kólás üvegét. Na, gyerekek! És haladok tovább természetesen Bakony-Szent László irányába. A piros sávon. Amúgy már nincs olyan messze ide Bakony-Szent László. Hát tényleg már nincs olyan nagyon messzire ide Bakony-Szent László. És itt vagyunk kint az erdő szélén tulajdonképpen. Hát ezt így meg is mutatom nektek. Kijövök ide az erdő szélére. És megmutatom egy kicsit a tájat, hogy hogy is néz itt ki. Láthassátok, hogy itt egy baromi nagy szántóföld van, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát láthassátok, hogy itt valami baromi nagy szántóföld van. Közben van itt egy vadászles is, hogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet. Tehát konkrétan így néz ki a környezet. Láthassátok, hogy hatalmas szántóföld van itten. Ilyen dimbes dombos szántóföld. És így néz ki a környezet, gyerekek. Íme. Tehát így néz ki a táj, meg a, illetve a környezet. Tehát ez így néz ki, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát így néz ki a környezet. Hát itt pedig van egy vadászles, ahogy látható ezen a felvételen. Itt van egy vadászles is, hogy azt láthassátok ezen a felvételen. És ugye így néz ki maga a táj. Tehát így néz ki a táj, gyerekek, íme. Úgy nagyon szép idő van, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a mai kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor visszamegyek a ösvényre. Tehát szépen visszajövök ide az ösvényre. És haladok tovább. És akkor, ha már úgyis itt pörgök körbe-körbe, akkor ugye én konkrétan abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van Vinye, tehát abban az irányban van Vinye, és én abból az irányból jövök. És így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye ott van kint a szántóföld, amit mutattam az előzőekben, és akkor folytatom tovább a mai kis túrámat arra felé, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát folytatom tovább a mai kis túrámat. Itt Bakony-Szent László környékén, mert hogy ugye itt vagyok, Bakony-Szent László környékén. És szépen haladok is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát az akácerdő is már lekopaszodott, mert az akácerdő is lekopaszodott, gyerekek, mert ez itt valójában egy akácerdő,
ahol most éppen gyalogolok, tehát ez itt egy akácerdő, ahol homoktalaj van, tehát a homokot valójából ebből az akácerdővel próbálják megfogni, mert itt valójában homoktalaj van, bármennyire is hihetetlen. Itt homoktalaj van, gyerekek. És akkor haladok tovább. Ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a mai kis túrámat. Hát ami valójában egy kis túra, mert ugye nem tudok most már túl hosszú túrákat végbe vinni, hiszen ugye a nappalok folyamatosan rövidülnek, mert tényleg folyamatosan rövidülnek a nappalok, és ezáltal ugye nem tudok hosszú túrákat teljesíteni. A nap rövidülése véget, a nappalok rövidülése véget konkrétan, tehát nem tudok hosszú túrákat tervezni, és ez így lesz sajnos egész télen, hogy nem tudok majd ilyen hosszabb túrákat tervezni, majd tavasszal, amikor majd eljön a tavasz, úgy 3 hónap múlva, úgy 3 hónap múlva eljön a tavasz, remélhetőleg, akkor ugye már nappalok is jóval hosszabbak lesznek, mint jelen esetben, és akkor ugye majd tudok hosszabb túrákat is végbe vinni. Nézem, hogy megy a felvétel. Hát a felvétel az természetesen megy. Az időnként ránézünk a kijelzőre, hogy megy-e a felvétel, de a felvétel az megy folyamatosan. Jó, mondjuk ennél a kameránál ez nem probléma. Tehát ezt a kamerát ugye már rengetegszer használom, rengeteg videót készítettem már ebből a kamerával, és tudom, hogy ez folyamatosan rögzít, amíg én le nem állítom azt. Nem úgy, mint a újabb kamerák. Ugye az újabb kamerák sajnos már csak ilyen rövidebb videókat rögzítenek. Mondjuk ez a régebbi kamera, amivel most ez a videó készül, azért ez még azért lehet ebben szép hosszú videókat rögzíteni. Hát az újabb kamerákkal már sajnos nem. Ugye az újabb kamerák általában 20 percnél, vagy 18-20 perc környékén megszakítják a felvételt, és újra kezdik nulláról konkrétan. Hát ugye az újabb kamerák már csak ilyenek, de ez a régebbi kamerám, amivel ez a videó készül, ez addig rögzíti a videót, amíg én azt le nem kapcsolom, tehát addig egyfolytában rögzíti a videót. Ezért szeretem ezt a régebbi kamerámat, mert azért ez addig rögzítja a videót, ameddig én akarom. Úgyhogy azért szeretem ezt a kis kamerámat. Hát sajnos az újabb kamerákban ez a funkció már nem nagyon érhető el, hogy ugye hosszabb videókat rögzítsenek. Olyan 18-20 percnél általában az újabb kamerák megszakítják a felvételt, és újraindítják nulláról. Hát sajnos igen, ilyenek a újabb kamerák. Hát de ez a jó öreg régi kamerám, amivel ezt a videót is rögzítem, azért ez teljesen más világ. Ez addig rögzíti a videót, amíg én akarom, vagy amíg én le nem kapcsolom. Na, és mivel hogy ez a videó már több mint 20 perce megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Én majd a továbbiakban
arrafelé folytatom az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Bakony-Szent László környékéről, a piros sáv túraútvonalról. Sziasztok!